had to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Na sziasztok, szép jó estét kínálok mindenkinek. Bár ha jól sejtem, a többség DJ-nél nézi az új Bombay Dye live-ot. Ha minden igaz, az ma jött ki, és ha jól láttam, akkor már ezzel is játszik. De aki esetleg úgy döntött, hogy hozzám fog csatlakozni ma este, az egy kis túlélést, lehetőleg túlélést fog látni. Aztán persze, hogy mennyi sikerül, az majd kiderül. Nem tudom, hogy live-ban legutóbb hol hagytuk abba. Én azóta mondjuk játszottam. És sikeresen elhaláloztam, úgyhogy a túlélés első fázis az. Ezen a ponton mondjuk megbukott. Azt hiszem ott már jártam. Igen, abban a városban vagyunk. Szóval igen, a B2 jobb felső sarkánál lévő kis bázisocskája sikerült belógni. És hála egy hibának, bugnak a játékban, egy robot a falon keresztül észrevett és lelőtt. Kilógott a puskacső a falon. Megesik. Így. Most már látom a saját statjaimat is, tök jó. Szóval látogatunk ebbe a kis városkába, megpróbálunk minél több mindent fellútolni magunkat. Lehetőleg minél kevesebb halállal. Hülye kukkoló. Tessék, ezt lehet videózni, kis kancsó. Da 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 da
Hova mehet vajon? Vagy a falon túl, a tud. Ez itt halott vagy? Bakkáj! Anyád, hát normális vagy. Jesszum, papi. Most eljutaszom, hogy ott hagytam egy... Itt hagytam a lányzsáma. Basszus. Szívbajt hoztálom, az a hülye alvó jözike. Még jó, hogy ebben nem futottam bele. Díszes társaság kezd megjelenni. Goni Humák. Remélem tele van jobbnál jobb lukta. Ez a játék pont a jó hülyes, hogy tele van lukta. Valami komolyabb ruházat jó lenne. Nem pont elgondoltam, de legyen.
Szia Gabez! Mi a helyzet? Nem nézed DJ-nél a Tomb Raider-t, vagy annyira téged ez nem hatott meg? Szóval mi a helyzet? Ja, még nyomod a melót. Az durva. Meddig vagy? Meddig kell még húznod az igát? Annyira nem vagy Tomb Raider-es. Igen, én is, de eléggé felhypolták most ezt az új részt, ami most kijött, vagy kijön, vagy még. Azt hiszem kijött talán, vagy ma, vagy tegnap. Ja, mondjuk sokan szeretük, tehát nincs ezzel baj. Én mondjuk személy szerint ki nem állhatom. Valamikor gyerekként játszottam az első részek valamelyikével, nem tudom, és ott ez az ugye-puga elósdi, ez teljesen kiborított, hogy sose sikerül, meg mindig mellé ugrik. Úgyhogy én nagyjából azóta nem játszom Tomb Raider-rel, de hát akkor még szögletes mellei voltak Lara-nak is. Még fát tudtál vele hasogatni. Az aztán igen, jellemző, mit találok itt túlélő játékban, cigit. Van meg egy cuki alsógatját. Szerintem itt volt valami a fordulón. Na szóval meddig nyomod? A melót. Semmi oldalfordultam, és azt lehet, hogy a nyelvedet nyújtogatod a macskának. Ja. Hajjak vissza. Ó, nehogy bármi lúgt legyen. Tökköm. Póló hegyek. Kilenc hajvinc kormány, úgyse, hogy... Mindig ezen sem volt semmi. Igazából mindegy.
Gabesz, ha nem tudok, te mivel foglalkozol? Nyugtass meg, hogy nem repülési irányító vagy. Mi a kacaj tárgya? Kis kocsa megéhezett? Nem tudom, beírt két smiley-t, amikor mondtam, hogy jó étvágya. Tessék? Ja igen, a gyerek éhes, nem meg. Egészsége lesz szívem. Gulyás leves való összetevőket már összeszedtem. Most hallod a zenét, amit hallgatok, vagy mi? Na. Ja, már úgy ütemre ment. Ez stimmel, ha. Hoppa. Szia, Neo. Úgysor a chipset találtam. De ezt nem tudod megenni, Szivi. Ez nem olyan chips. Végén kiderül, hogy
Olyan sokan nem visszajátik ebből a társaságból a Tombai Bert. Kb. Arra számítottam, hogy mindenki azt fogja nézni, és senki nem jön. Na de már ez most komoly. Ipai konyhába basszus, még tudok kilútolni a mosogató. Hát az az enyém, ennyi. Aha. Megmondtam Szivi Kajácsonyi Juti. Mosogató, hogy többet nem szajakodok. A NAV kapja be. Jut eszembe, kedves népem, egyik őtök nem dolgozik véletlenül a NAV-nál. Hoppá. Na, hopp, vagy. Hello. Az elmegy klip. Lesz olyan valahol, nem egy is. Nem, én nem szedtem be sok adót. Sőt. Ha lassan én fizetek. Nem, lakást vettünk. Elmegyek a NAV-hoz és elő kell adom, olyan iszonyatosan szakadt szegény csülhepútai vagyunk, hogy... Hát, ha megesik rajtunk a szívünk is. Hogy? Ja, hát ez... Most csak a hazugságokról beszélek. De igen. Egy fizetés, jön a baba. Autó esetelik. Vagy céges kocsi van, de nincs saját. Nem, majd... Hát persze. Jó, hát én sem vagyok, ugye nem állok sorba a pofonért. Szerencsére, te nem? Ez szerna. Ez ha behallatszott, nem nekem mondta, hanem a macskának. Igen, halasat kaptak. Hú, az nem a rendőrségi épület. Tök véletlen. Küldök nekik egy videót, hogy itt turkálok a szemétben majd. De ez a rendőrség. Ho-ho. Nem állj, ma szopatsz. Scam leállt hibába. Zseniális. Na jó, egy picit átváltunk ide. Megnézzük, mi a manó van. Hoppá. Beállt a scam, mint a szög. Én? Mert szerintem olyan 10-ig kávé. De nincs belőle. Megtervezve. Volt most valami frissítése a játéknak? Tudtok valamiről? Mert nekem itthon folyton megy az asztali gép, és simán lehet, hogy lefrissített, úgyhogy észre se vettem. Még dolgoztam. Beszarsz, azt a kurva, de kemény. Jó, nem, hát a fotót azt most nem nézem, de... De komoly. Happy-nak lejárt a személye, és most csináltatott újat, meg hát az esküvő miatt amúgy is kellett. Ugye a névváltozás miatt.
Most ezt megmutatom, de nem, nem az adatokat, meg ilyesmit. Nem tudom, mennyire tud zoomolni, vagy fókuszálni, nem igazán. Akkor mondom, ez egy laminált kártya, mint a lakcímkártya. Ideiglenes személyazonosító igazolvány. És alatta szépen angolul, ahogy kell, temporary identity card, és itt van minden, gyakorlatilag nem plastik kártya, hanem egy ilyen laminált cucc. És full ugyanaz, mint a végleges, csak ez ideiglenes. Igen, most majdnem kimondtam a második neved, de szóval azt így elhúztad, az utolsó neved. Olyan, mintha lenne benne egy szó köz. Igen, azt mondom, hogy a k***am belül. Azért azt hittem az egész. Édes vagy. Na, a srácok, mindjárt jövök, addig itt a scam még elökölködik magának. 2 perc.
micsoda zenéjel jöttem vissza, basszus. Ezt is meghallgatjuk előre, bocs. Ez csak a tecső is úgy akarja. Így. Na. Continue. Milyen szépen felöltözött azóta az emberem. Egy alsógatyába kezdtem, úgyhogy ahhoz képest mindenképp jó vagyok. Kár, hogy a kávéautomata nem működik. Na valami finom kis csúszdit. Ez már a második kék sapka, úgyhogy tényleg jó helyen vagyok, tudja, hogy a rendőrség. De sehol semmi, lehet, hogy valakit már járt és szétlútolt előttem. Hát amellett majdnem elmentem. Sapkák tömkelege. Kár, hogy nem ilyen sapkagyűjtögető szimulátor. Hát itt most... kurvára semmi loot nincs. Basszus. Ez egy jó szarkör volt most itt. Ebben a mosógépben soha nincs semmi. Ezt csak azért tették be a játékban, úgyhogy szívassák a játékosokat. Nyugtass meg te, hogy ne ó, hogy te már nem melózol.
Sokkal járunk. Éhes a kicsike. Majd váltottam a töltényeket. Zooming itt. Basszus, pedig két slot. Ez is tuti valami bug. Akad benne egy, kettő. Na, megint itt vagy? Az ilyen surviving szimulátor helyett inkább kezd egy inkább ilyen run and loot szimulátorra hasonlítani. Valami azt hittem, hogy két helyet foglal. Szus. Vajon? Húdi. És kidobja. Akkor kap be. De várjunk a húdiba, mennyi hely van. Hát, hello. D4 alján azt a város tudott a tengerparton, hogy az mit mutat. Ha eljutunk odáig. Hát az ahhoz képest, amit vártam, hogy milyen loot lesz, az elég gyenge eresztés volt.
közben kezdve este, leszáll a köd. Figyelembe véve a zombikat is, tiszta Silent Hill lesz lassan. De lassan tölt vissza azt, ami nem. Szia, Zanó! Micsoda? Látom, most az a game szippantotta be. Harcos feled, ami boltváját kiállt lassan. Ú, ne is mond. Kicsit így meg vagyok mozzulva. Igen. Valóban jó lennék lassan egy zsilett reklámnak. Vagy reklámarcnak. De most még két napig ilyen lesz. És akkor majd pénteken megszabadulok tőle. Kicsit ilyen káosz van most így a költözés, orvoshoz szaladgálás, munkahelyi dolgok, szezon. Fú, ne is mond. És mesélj, mi van veled? Ezzel éve nem láttalak. Jóta nem State of Decay ezzel, majd be sem nagyon dugod az arcod ide. Ricsik, bejössz, köszönsz, elmész. Lehet, hogy most is így van. Kacsák előtt van víz, ne foglalkozz vele. Ahogy ölni fogsz, figyelj, víz. Kacsa. Putyin kacsa. Putyin kacsa majd segít nekem a SM phishingben. Jó, oké, kösz, hogy benézte. Várjál, ez nem véletlen amúgy. Putyin kacsa okkal létezik. Van Putyinné kacsa. Micsoda dudák? Putyinné kacsának. Innen most már tudod valószínűleg, hogy miért van itt kacsa. Na jó, ezt itt levágjuk. Sehol se vagy mostanság, sokan meló. Ja, tényleg most nektek is ilyen nagy hajjá van, gondolom. Tehát, hogy lassan, hogy kezd lehűlni az idő. Be kell fejezni a melókat, gondolom. Antiszocz lettél? Hát jó, persze, igen, egész évben, csak azért ilyenkor picit gondolom jobban meg kell nyomni. Figyelj, nekem meg lassan kezdődik a szezont, az majd. Hú, halál lesz, úristen. Egy pocikám se kívánja. Oké, okay. Jó. Hát most ez nem tudok hozzászólni. De még jó, hogy 18 pluszos a csatorna.
Deutsch, Stamina, Deutsch. Ez mondjuk tény. Ah, jól lehet szó. Azokat ilyenkor úgy megnyomod, igaz? Csak úgy csattan. Szia, Snappy. Blabla. Na szép. Most menj ki az ajtón, gyere be vissza, de találj ki előtte egy tisztességes szöveget, ne ilyen blabla. Forrest Gump Simulator 2.0-át láthatjuk. Este. Nem tudom, mennyit láttok amúgy belőle. Igazából egyelőre futok. Az előbb jártam egy városban, nem lootoltam semmit. Ha, kajonás cukor, azért? Jó. Mit csináltál, hogy több hardályákat? Egyébként meg Zanó kérték nem megszólni, ez egy új band. Ne, modáját vagyok, modáját vagyok. Nem hiszem, hogy 18 pluszos lesz a Deka, csak valószínűleg fáj. Báj. Igen, manapság 18 fölött már elkezd fájni. Benyomok egy dinnyét, átvágok a pofósás. Basztus, emberünk mindjárt összehúgyozza magát, én meg várjam itt a dinnyét bele. Na mindegy. Ugye megoldjuk ezt is. Mi történt? Ó, oh, szóval Ed. Szavasz, szóljam. Köszi szépen a hostot. Hallod ezt? Hát ebben a kosárlabdában akkor nem levegő volt. Na menjünk tovább a városhoz. Sziasztok! De... Scam. Scam lett belőle. Most azt beszéltük HP-val egyébként. Ó, mutatok én ebből nagyobb gáz dolgot, nyugi. Vagy gázabb dolgot, vagy nem tudom, hogy mondjam. Gyengébb kötésű részecskékből álló kis füstfelhőcskét. Azt hiszem lassan amúgy is aktuális. Na figyelj, Zano! Gyönyörködj. Majd a végén figyeld a jobb kezét. Szóval azt beszéltük HP-val, hogy valószínűleg vasárnap. Mi a vanom? Valószínűleg vasárnap lesz egy ilyen Coach Gaming, amikor... Hopp, láttad Zono? Láttad? És... Kulcs jelenet. Szimat, szimat. Jól van, mehetünk. Vasárnap lesz, vasárnap tartjuk meg ezt a Coach Game-et. És a Gang Beast lesz terítéke, akkor vagyok egymást lehaigálni helyekkel. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Lefuttam, hogy meg. Légy eljössz, Zanó.
Úgy tudtam, hogy el fogom hagyni azt a kurva dádát. Itt még nem volt hosszú bot. Abban lesz hosszú bot. Hülye, vágjad. Akkor ne vágjad. Mi a... Túl jó slópikulát keresel egy bozóton ahelyett, hogy kivágnád. Most már nem tudom átvenni a... Ja. Ezeket nem tudom kivágni, csak KSG-ni tudok rá. Zseniális. Snappy, hogy bírod a hosszú távú buszocskázást, vagy vonatozó? Mit is csinálsz? Szabályjárást. Na vége. Egy bozót, amit ki tudok vágni. Az szép. Az kemény lehetett. Jó lehet. Hát azt tudom mondani, hogy apám mondogatott nekem, mert igen mindig, amikor ilyen hasonló, már bocsánat, de hülyeségeket műveltem. Mindig azt mondta, hogy fiam, jó lesz az az eljövő, később még szarni is. És igaza van. Most már én is úgy állok hozzá, hogy jó lesz még az az eljövő később másra is. Januárban kérdezzem meg, meg nyáron. Hideg, meg meleg. Jó, januárban visszatérünk el. Tényleg Zanó, State of Decay, tolod még? Játszol még? Hol a város? Most kiderül, hogy itt fent vagyok valami hegyen, és igazából le kellett volna mennem, vagy lent kellett volna mennem, akkor... Akkor húha. Odafutok és tele lesz a botokkal, meg kiderül, hogy valami katonai bázis. Van ez a város, emlék itt van az orrom előtt. Csak én nem látom. Ez valami föld alatti bázist jelölne, vagy milyen valami. Ó, nem, ott már látok házikókat. Aha, jól már látom. Jó, hát igen, ez a másik opció. Szedd össze magad. Nem kell ennyit szajakodni egy vacak kis kájhával. Nem hallottad csak a neved, jól van? Gratulálok, megint csak háttérzajnak megyek, mi? Csak azt kérdeztem, hogy State of Decay ezzel-e még? Játszol-e még? Az ott... Annak mi a világít? Az ott a Tarkonyan lévő... Cum... Cumic utca, ami nekem is van, vajon? Time is money. Ja.
Most neked is két állapotod van, mi? Dolgozol, alszol. Jó, hogy a fél évek miatt mondtad. Oké, Snappy. Majd visszatérünk rá akkor. Ezt még benyomjuk. Sok helyet foglal. Szóval hogy péntek este. De mostanában a Fallout 4-et tolom. Mi lesz péntek este? Ja, oké. És ha időd engedi, szex is van. Hát ez... Nagyon nem fűzök hozzá semmit. Igen. Ezt ismerem. De kurva gyors vagy. Micsoda? Mert a nadrág rajtam van, de néha mi is jó rá. Nem látok itt a közelben a másik zombit, úgyhogy betámadom ezt az épületet. Meglátjuk, mi lesz. Remélem kint van ez a hang. Aha. Kint bizony. Jó van. Másik bejárat van? Nincs. És pont a rendőrségen vagyok. Király. Kus. Ó, bazd meg. Anyádat hajolgatsz el. Így még jó. Így még pont elérlek. Na, nem mozog? Őt, köszi. Volt be, te szúrjas állat, hiányoztam, mint disznónak, és... Amúgy, igen. Na, ne, ne viccelj. Mondjuk ez egy kicsit erős hasonlat, hogy mint disznónak a kés, de mint üvegesnek a hanyattese is például az igen. Megállja a hét. Oldalból Adám szerintem éppen füldik ezt, onnan gondolom, hogy miközben olvasom a ti üzeneteiteket, folyton jön az értesítés, hogy kaptam valamit Instagramon. Gondolom valamilyen cicás, kutyás, cuki képek, videók ilyenkor így jönnek. Jó, megállzik a fürdőkádban. Hát, jól van, figyelj, ahogy elérte a 12. hetet, elvágólag vége lett a fejfájásnak, megszűnt a kettős látás, úgyhogy már lassan valószínűleg ő is tér vissza és kezd streamelni, addig nem lett volna sok értelme, mert hát bármivel játszik, mindenből kettőt lát, úgyhogy tényleg nem lett volna értelme leülni játszani. De azt mondta nekem, nem melyik, hogy valószínűleg lassan, de biztosan kezdi ő is ismét. Kicsit visszaelzódik. Igen, tudom. Megette az esküvő tortáját, úgyhogy valószínűleg a libidója alá, hogy megint jött egy értesítés Instán. Nem tudom mi van, de most valahogy a rendőrségek igencsak fegyvermentesek. Semmiféle csúzli nincs sehol. Jól látta rajtam, amennyi a szerint tudsz.
Na szép. Jó, azt a fejfájós dolgot is írd le neki, akkor légy szíves. Ne én legyek lebaszva. Jó, lassan én sem látok túl sok mindent a játékból. Ez a csávó az folyton éhes, ez csak zabálna. Nem olyan baj, de kiállok a szavaimért. Do it, brother. Do it. Amúgy láttok még egyáltalán valamit a streamből? Most már egy tényleg kurva sötét. Itt majd egy negyed dinnye is nem omlott meg. Ha nem használ hátáluk és dobálod a csokit, az mindig beválik. Így van. Ezt elsütöttem neki, ezt a viccet nem értékelte. Pont ma volt személyt csináltatni egyébként. Hogy eddig csak hallgattál, jó, nem baj. Lényeg, hogy itt vagy, többi nem számít. Szóval pont ma volt személyt csináltatni. Le is járt, meg ugye a neve is változott. Úristen, mennyi tortúja van, tehát hogy azt ezzel, hogy így mindent egyszer elvállaltunk be. Tehát, hogy ugye esküvő gyerek lakásvásárlás, ezt így... A lakásvásárlás, legalább a lakásvásárlással járó ilyen hivatalos ügyintézést, azt így átadtam volna valakinek, hogy oldja meg helyettem. És itt még nem is a bank vagy az ügyvéd a problémás, azt pikpak összehoztuk relatíve. Aj, máj! Ennyi? Azt hittem, le is feküdtél szépen. Na gyere, töki, még van egy baltám. Hanem ez a közmű átírás, azt... Hopp, ez nem volt ugye. De volt nála egy tű. Hogy be akarta vadni a számot, vagy mi. A policia. Hát szia. Na, hogy mi? Nagyon sok király mindenki háttérbe hallgatja. Olyan vagyok, mint a fehér zaj. Jó, Snappy szerintem csak a zene miatt van itt amúgy. Na úgy tűnik ez most egy kicsit termékenyebb hely lesz. Remélem. Hoppa, hoppa, hoppa. Levikó, szia! Szia, William! Üdv nálam itt a királyságban. Ez mi a fasz? Ja, egy baseball ütő. Kajambit, hello! Van egy ismerősöm, aki ilyen kajambitiket készít ABS-ből. Ilyen nagyon kemény műanyagból. Bajom jól néznek ki. Airsofthoz használjuk őket, csak könnyen törik. Hiába kemény műanyag, mégiscsak műanyag. Ezt ma néztem. Hopp, itt még
Jelen itt voltam. Valamit elszállt a fejem előtt. Aha, hello. Hát szia. Na csaj. Ah, ezt nem tudom betenni. Shit. Nézd, csak egy klip. Ebben nincs is lőszaj, abból elég nekem egy is. Ezt a hagymát most betoljuk. Kicsit átrendezzük itt a lootot. A bogyóka lejön ide. Ezeket itt összevonjuk. Így. Te jössz ide. Nem mindegy, hogy melyik slotba teszem. Ezt sose fogom megérteni. Akkor nem, te se félsz el ott. Te se félsz el ott. Mit dugjak majd be a gatyámba? Pajricsomot. Nesze. Így. Így. Úgy. Ezt meg is kéne tájazni. Ah, itt van. Enquip. Na hápi vizet kell, úgyhogy egy fél perc, és jó, csak viszek be neki vizet, mert szerintem a kádból nem tudja felszippantani. Ilyet itt vagyok. Itt is vagyok, bocs, srácok. Zano, HP, üdvözöl. Azt üzen, hogy vasárnap láthat. Egy a coach game lesz. Mit lootoltam. Lelele. Miss Cousy. Szóval. Snappy jól mondja egyébként, Gabesz melózik. Az előbb volt egy kicsit, de csak telefonja, és a telefonja azóta lemeült. Azt mondta, hogy 10-ig melózik, de valószínűleg fél 10 körül lelép a francba, és jön játszani. Mondta neki, hogy emlően nem forgal, hogy milyen itóként dolgozik fel egy hegyen. Neót, nem tudom, Neó itt volt. Váltottunk is egy pár szót, vagy legalábbis beköszönt. Aztán eltűnt. Az a helyzet, hogy ugye most kijött az új Tomb Raider, és szerintem lehet, hogy azt nézzük DJ-nél. A DJ meg azt live-olja épp. Ha minden igaz, legalábbis az, amikor én kezdtem a live-ot, akkor még ő azzal tolta, úgyhogy... Valószínűleg azon még mindig. Ez milyen gatya volt? Sweet Pants, jó, hát ezt kihagyom. Ennyi, egy pisztoly volt az egész nyambat rendőrségen. Hát menten kivégeztetek valakit. Lelele. Ezeket már néztem, ja. Jó, hát nem kötelező jellegű, csak erősen javallott minket nézne. De abszolút megértelek.
Oh, big fuck. Összeszedtem az összes zombit. Még jó, hogy lassúak. Ennek de szaj hangja van itt a hátam mögött. Ugye bemegyünk egy épületbe. Az gyorsabb lesz valószínűleg, mint a többi. Menj a picsába innen! Na jó. Vedd már elő majom! Anyád! Mi a fasz? Hát megtöltöttelek. Na jó, akkor bezár. De jó. Bazd meg. Na vége. Hát ez mi volt? Öregem, nyomogatom, hogy elővegye a pisztolyt, és nem csinál semmit. Aztán azt hiszem, hogy megnyomtam kétszer-háromszor. Előveszi és elteszi. Fújja nekem még ennek az irányítása néha. Mintha lett volna valami vágyom, nem? Úgy valaminek nagyon bizalomgerjesztő hangja van. Ezzel mondjuk megoldottam volna a problémát. Körzeti olvasom, sem javalhat nekem semmit. Nem, hogy egy kicsi kiecsi... Na. Ez nem volt szép. Olyan hangokat adnak ki, mintha itt lennének a sarkamban. Pedig nem. Vagy de? Nem hiszem. Csak nem. De ott vannak a hátsó ajtónál, aha. Jó. Akkor eddig szétlútoljuk itt a konyhát. Ez már azért jobban hangzik. Igen, ezt akartam. Így. Leessünk egy ablakot. Pont nincs ablak, ne? Hát jó. Akkor bekötjük a sebet és megyünk innen. Mamlaszok. Csak vicceltem ám amúgy. De hogy vagyok érzékeny, gondolom. Semmi ilyesmi. Basszus.
Golem, Black. Ezt csak most olvasom. Van-e vajon katonai bázis valahol itt a környéken? Kis csimbók már megint itt van. Fogyni az energy. Jó, ja, ebben nem fogok tudni inni, mert ez sós víz. Nem baj, van nálam víz. Ugye? Igen. Ja, Bobby, meg kiszálljatsz. Valami komolyabb csúzlőt jó lenne, meg felszerelés, táskát, mondjuk egy normális táskát most már szívesen lootolnék. Az mindig az, amit a saját kezdő cuccomból vagdaltam, baltam össze. Még egy kis kamuflás sem váltana. Könnyen észrevesznek. Antibiotikumok, az nem kell, van való vitaminom, nem? Szedtem fel valamit, itt van. Tolunk egy kis vitamint. Egész jól állok vitaminnak, kívül a D-vel, de hát eddig még csak este játszottunk. Túl sok D-vitamin, ami nem ért. Lehet, hogy antibiotikumot kellett volna beszedni. Amúgy. És hát a kajánunk, meg az energiaszintünk, az lent van a békességbe alatt. Ugasztott az ágat, ezt fel kell bontani. Érzem, hogy itt nagy loot lesz. Ugye? A vitamin pills. Mondjuk ebből egy is elég bőven. Egy jó üvegbor.
Mondom, érzem, hogy itt lesz a nagy lót. Hát nem, megmondtam. A 22-es? Tudtam én, hogy lesz itt valami. Még egy kis kaja mondjuk, kötszáj. Jó kis hájmosnások a PUBG-val. Nézzünk be ide is. Na, zárd majd be a ballangot. Adnék most egy jó Night Vision-et. Elvileg van, azt hiszem a játékban. Legalábbis billentyűt lehet bindelni Night Vision-e. Hoppa kötszaj. Mondtam én, hogy lesz itt valami. Ha, és nem egy jó kis szemetes zsák. Jaj, nagyító, azt hittem, basszus, hogy ez ilyen kézigellát biztosító szegecs. Csak meghalnék. Összejött a díszes társaság. Úgy hallom. Zanóta most fordulja, ez nem neked való. Te galamb lelkű. Így nem látszik, hogy mit csinál. Mondjuk hallani hallatszik. Nekem hoztad, hogy magadnak csak lebuktattalak. Nekem? Cuki vagy. Köszönöm. Most, hogy megfosadtam a kajak, tehát Háfi behozta a nasit. Azt mondja, az anó furcsán fürdik. Kicsit ecsegős így a kád ruhában is nyakik szarosan, igen. Figyelj, ennyi idősen már tudod. Az már így megy. Hogy? Jó. De minden jöttem? Amúgy.
Nem, valószínűleg nagyon KSG. Ja, igen. Kettő zombit hallok meg odakint. Azokat meg le kéne szedni, mielőtt kimegyek. Kész az energiám, lent van a békos enge alatt. Ezt is megesszük. Kaptam a HP-t, a kedvenc lassivat. Ez az a Madaras Tesco-ban kapható nagy vödös, mi ez, ilyen vaníliás kajka. Szólt-e? Megállt, nem hajtó, nem hajtja be. Policia. Megyünk tök jól, valami masszív lootot. Az mondjuk alakú. Golyóálló mellé. Tényleg, Zalo, skúlója, tudsz valamit? Hogy vele mi van? És egyszer-kétszer bejön, beköszön, váltunk egy pár szót, és eltűnik. És nem tudom, hogy mi van, azt a Twitch-en sem nagyon látom. Jó, már nyugodom, mindjárt leszedlek. Hol vagy? Nem. Jó. Hallok, csak nem látlak meg.
Együtt vagy valahol jobban, nem? Vagy balomon. Kis kék vezér. Ez jó, azt majd mondom neki. Ti látjátok, hogy hol van az a nyomorult szerencsétlen saját vérében fuldokló idióta? Lehet, hogy ott van a kerítésen belül? Mondjuk lehet. Jó, jön, no? Ó, anyád. Ezt a házat még megnézem. Hú, hát nagyobb beszámítottam. Akkor megnézzünk még egyet. Mondjuk ezt. A barátságos zöld ajtaja van. Biztos lesz loot. Vagy nem? Túl sok fényt ez se ad. Azt hittem, hogy legalább itt tudok valamit segíteni azon, hogy senki nem lát semmit, ti se, én se. Mondjuk az, hogy én nem látok semmit, az a kisebbikben. Lehet mégiscsak szimulátor, vagy mi a manó. Srácok, ezt meg így kilótolom, aztán szerintem nekem mára ennyi volt. Kifolyik a szemem, nem látok semmit. Hát, nem pont így gondoltam.
Na jó, hát a szamba a lakásba sincs több. Jó, kis csávó, nyugi, nem kell feszengeni. Jó, hogy leteszem őt ide szúnyálni. Na jó, hát az a mai egy igazán izgalmas. Hogy hívják a csávót? Forrest Gump szimulátor volt. Jót futottunk. Jöhet a régi TV-tól. Egészségünkre. Na jó, srácok, komolyan fordítva a szót. Tényleg köze szépen, hogy itt voltatok. Zanóval jöttem, hogy régebben néztél. És nem csak benéztél, hanem még itt beszélgettünk is egy kicsit vége. De rég volt ilyen, hiányzott. Snappy jobbulást a hátadnak. Szóval, hát nem tudom, Gábor elvileg lesz ma. Hogy fog-e streamelni, azt nem tudom. Nem is tudom, hogy a Gábor streamel-e. Nem is szólhatná hozzám szóban, ne viccelj. De így küldhetsz ilyen üzeneteket nyugodtan. Ha olyan vicces, amikben is olvasom. Köszkijai teszem. Ja, azt napi jobbulást a hátadnak. Igen. Na jó van, srácok. Tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Pénteken este 8-kor találkozunk. És hogy vagy pénteken este lesz a Coach Game. Ugye ez a Gang Beast. Vagy vasárnap tartunk egy ilyen játék délutánt. Bocsánat. Amikor is leülünk majd szépen. És akkor láthatjátok ők a HP-t. Hónapok után először. És játszunk egyet. Most viszont átaidellek titeket DJ-re. Nézzétek, hogy mi a helyzet Lajával, meg a formás kis hajával. Nyugodtan, nyugodtan menjetek át. Köszönjetek be neki a nevemben is. Megérdemli. Ne felejtjétek, péntek este 8, illetve a vasárnap délután. A vasárnap délután még nem tudom. Csatornámon, Discord, Facebook oldal, csatlakozz, lájkold, és ott lesz minden info időben. Igen. Jó? Köszi. Szavaztok.